Na most próbálj meg nem elkapni a pestist. Vagy elkaphatjuk, csak akkor legalább Aegon ne kapja el. Egy szeptorunk meg is halt. És van egy legit szeptorunk, úgyhogy ki is küldjük herőholba, hogy átérítse ezeket a rohateletnek hűbéreseket. Én pedig azt hiszem, fogom a hadseregemet, beülök az élére és ellovagolok olyan messzire éjszakra, mennyire csak tudok, ahol nincs pest is. A pénzügyi menedzserünk meg is halt. Kinevezzük a volt szeretőnket, mert miért ne? Ebből rossz nem sülhet ki, és Dégárnak lövünk egy új feleséget. Te jó leszel. Ezgarotot megörököltünk, mert meghalt pest is benne Árlán. Aki megvan az a gazdaságunk, neki jók a gényei, tehát lehet, hogy ebből kapunk majd egy jó tanácsadót hosszú távon. Butterholt azt hiszem megtartjunk magunknak egyelőre, lehetséges, hogy majd kiosztjuk Dégárnak, ha születik egy fia. Dégárnak, ahogy jól láttam, meghalt a felesége? Nem, nem halt meg, oké. Még. Ahhoz itt ez a pest is nagyon üldöz minket. Herenhol kigyógyult a pest is, levonjuk a cseget és hazamegyünk Herenholba. Remek! Hú, ezt is túléltük. Valahogy. Viszony a Targaryen meghalt a pestisben. Hát Rhaenys legalább megél. Ó, Rhaenys egy Dragonstone. Ami elég érdekes, mert... így mások az örökösök. Mert Maegor nem Rhaenys fia volt. Ó, és így Maegor kezébe fog kerülni mindkét kard. A Dark Sister és a Blackfyre is, hogyha minden igaz. Na mindegy. Aegon gyászolja, hogy meghalt az egyik felesége Visenya, miközben még mindig össze van házasodva a másik feleségével Rhaenyssel, és van egy szeretője is, aki a volt Viar király felesége volt. Oké, nem mondok rá semmit. Aegon király rozántolja. Tudnék magamnak lovagságot venni, de nem látom sok értelmét. Talán majd a következő generációban, hogyha a fiunkat lovaggal tudjuk ütni. Ó, egy szövetség a Reach-sel. Nem lenne rossz. De egyőre még várunk az eljegyzésekkel. Alton Vance elkapta a pestist. Rhaegar meghalt... még a parancsára? Ki ez a még a? Na mindegy. Meghalt az öreg. Egyel kevesebb ember, akit elenni kell, nem? Valar Morghulis. Oké, te menj és... tervezkedj Herrenholban. Viszont így van három birtokunk Kingsfire Tower, ahol maga, még, ahol maga, ahogy is hívják, Herren is megégett. Ezgaroth és Herrenhol. Ezgaroth eléggé fel van upgrade-elve, tehát azt hiszem megtartjuk és kiosztjuk Dégárnak Kingsfire Tower-t. Ó, ugye mondjuk ő nincs áttérve, még mindig Valériai. Na mindegy, jó lesz ez így. Még egy ember meghalt a pestisben. Ja, mert ő Riverrun-ban van, ahol még dúl a pest is. Oda nem biztos, hogy ki kéne küldem a feleségemet, mi? Nem baj, mennyi. Bocsi, ha meghalsz. Na azért. Ó, micsoda. Slaver's Bay kereskedő állomások vannak már itt. Mi ez a kérdőjel? The 13. Ó, egy kárti. Hogy néznek ki a kereskedelmi zónák? Na, szóval ide építette be magát nagyon Slaver's Bay-t, inkább a szabad városok uralják a kereskedelmet. Ashai pedig ott Ashai-kodik. Alton Vance, jöjj, mert meghalt benne, oké. Fuck your sirs. Nem, kösz. Azt hiszem, ja, legyünk lovagok. Egy Septon fel kell minket. A Rosbik föllázadtak, nekik azt hiszem annyi. Ja, Aegon porig égette magát Rosby várát. Mázdiuk van, hogy nem éget. Mázdia van Robinnak, hogy nem éget benn. Vissza is mondták tőlük a földet.
Én is feldrezzem, kiosztják másnak Rosbit. Mi meg költők vagyunk, ide jó nekünk. Aegon létrehozta a Crackle Pointi főlordságot, mert ott is tart valamit, ez valószínűleg ki fogja osztani valakinek, szerintem a Celtigároknak. Akik amúgy is jogos birtokosoknak tartják magukat ott, csak hát ezzel senki nem ért egyet. Orisz Baratheon lovagi tornát tart, elmegyünk oda. Irány Storm's End, ahol nincs pest is. Aegon szépen békésen nő. Ja. Meghalt valami random tanácsadónk. Furcsa, hogy még semmit nem kaptunk Eren Hoarról. Na, majd utána kell néznem, hogy nem kéne lenni valami Trigger Modifiernek. Mert onnan én úgy emlékszem, hogy itt lenne, kéne lenni egy olyannak, hogy hát porig van égetve a város, és így nem igazán város. Oké, nem nyertünk, ez várható volt. Mégis egy regionális torna. De azért észrevettek minket, remek. Mi is megtartatjuk a saját tornánkat. Velena Velaryon megörökölt egy sárkányt. Vagárt, akin korábban azt hiszem Visenya lovagolt? Ja, ha minden igaz. Igen, igen. Kicsit nehezebb olvasni a sárkányokról a családfákat. Na mindegy, hogyha ő meghal, akkor ez valószínűleg... Várjunk? Az a probléma, hogy jól tudom, a sárkányok elméletileg házon belül kéne, hogy öröklődjenek. Tehát egyrészt nem értem, hogy került hozzá, másrészt érdekes lesz, hogyha a Velaryonok kap meg egy sárkányt örök életre. Na mindegy, remélhetőleg visszaöröklődik a sárkány Aegonra, aki kiosztja valakinek. Na de Valgaron egyelőre Velaryon lovagol. Bélával megint összejövünk. Komolyan Bélának hívták a szeretőnket, úristen. Erre nem mondok semmit. Jó lordnak lenni, Béla. Kimberly, te meg legyél valamikor terhes, mert azért... nem tudom, nem ártam, hogy lenne egy gyerek van a feleségemtől is. Néha. Lehetséges, hogy Herenholval van valamiféle bug. Torrán továbbra is békésen él. A Lannisterek, ahogy elnézem, megnyerik ezt a polgárháborút. Épül újra a csereg. Azok ott vannak 600-an, oké, annyi szerep megnyerték. Lorán megtartja a trónját. Márint, aki maradt a trónjából. Réllét nevelnünk kéne. Dehogy kéne nevelnünk Réllét. Dégának született is egy lánya, Mayra, aki ronda és beteg. Ez egy jó párosítás. Nem kell félni tőle, hogy életben marad. Hogy elnézem, Aegon se Rosbit, se Crackle Pointot nem akarja kiosztani, lehetséges, hogy egy kicsit összpontosítani akarja a királyi hatalmat, vagy majd Targaryennek adja, hogyha lesznek fiai. Pontosabban inkább már unokái Aegortól. Született még egy fiunk, Aerion, aki... húpos. Legitimizáljuk, mert igazából most minél több fiúgyerekre van szükségünk. És miután csak egy birtokunk van, jó kettő. Nem kell annyira félnünk attól, hogy lecsapnak a birtokainkra. Szeptoni investitúra van mellesleg? Nem tudom, hogy ez azt akarja, hogy Szeptoni az investitúra vagy királyi. Ja, lehetséges, hogy nincs is benne királyi investitúra, ebben nem vagyok biztos. Ezgarothi Oscar a legesélyesebb jelöltünk. És mi a fenéért nem ő az én személyes szeptonom? Menjél oda téríteni. Le tudunk tartóztatni egy good blocky Manfredet. Inkább nem, csak szóljunk neki, hogyha hagyja abba a tervezkedését. Másnak rohadt módon gyűlik a pénzünk. Mondom, én úgy vártam, hogy lesz egy rohadt drága Herenhall javítási esemény, de úgy tűnik nem. Na jó, tartsunk egy lovagi tornát. Bread lecsukta a király. Herenhallban beállt a tél. Ó, jött téríteni Rollorról. A királynak pedig ez nem tetszett, ahogy elnézem. Az elég idős, amikor Aegon reflexül áttérítik a Rollori vallásra. És pláne, hogyha ő lesz a kiválasztott, na akkor mindent ver.
Na, jaj, jön a lovagi torna. A Riverlandi meghalt Nettleton Maycar parancsára. Nettleton feltételezem valahol a Riverlands-en nem a Riverlands-en belül van. Te parancsodra? Miért akartad te megölni a mi Lord Paramountunkat? Mindegy, Edmund Targ meghalt, Melvis Targ-é a trón. Ez belülről egy kicsit most destabilizálta a Riverlands-et szerint. Ja, a lordok kevésbé szeretik. Szeretik, de kevésbé. Miles az első. Miles az üres hordó. Persze legyen egy Jaehaerys nevű lovagunk az udvarban. Shoreham-i Jaehaerys. Vagy Jaehaerys, vagy franc se tudja, ez! Oké, okay, mon már nem a kezünk, kinevezzük Rhaegart. Mennyi, fejleszd továbbra is Harrenholt. Egyelőre most nem építkezek, mert a tél azt megdrágítja és lelassítja. Persze jöjjön egy Maelor nevű lovag is, miért ne? Kingsfire Tower-i Maelor. És mindenki jobban szeret minket. Remek! Mi ez? Ja, kedvelje minket jobban. Nem értem, hogy miért ne ezt... Vagy kedveljük mi jobban őt. Nem értem, hogy miért nem ezt mondanánk. Béla áttért a vallásunkra, remek. Breát kiváltott a Röllor nagypapja. Ezgarodba is elért a tél. Nyomul délre keményen. King's Landing már ott van. Igen, már King's Landingben is tél van. El sem tudom képzelni, mi van Winterfellben. Tél. Ezt el tudtam képzelni. Ó, úgy látom, van egy király a falon túl. King lenne az özvegycsináló. Persze, elmegyünk a bajnokságra. Mormontok békésen uralják Bear Islandet. Raylinor áttér a hét hitére. Ami ugyebár nem árt, mert ő az egyetlen gyereke Rhaegarnak. Nem lehet valíriai? Oké, valíriai. Lannisterok leverték lázdást, király örökölt valamit, a tél vége közelít. Úristen, mennyi birtoka van a királynak. Hamarosan elkezdi őket szerintem kiosztani, mert ez kicsit sok neki, és nem fog ezt tetszeni a Crownlands-ieknek. Remek, átért még egy gyerek, Mataris. Mi az... adminisztráció... Ja, persze. Merjétek fel a földet, figyeljétek meg a dolgokat, minden. Aerys is átért a vallásunkra. Ezgarodban vége a télnek. Meg tudunk ülni valakit, akivel lehetünk jegyezni? Andrew nyerte a bajnokságot. De ne tervezkedjél most már komolyan. Egy kis pénzért persze több ember nem árt. Szóval neked tudunk ülni így feleséget? Van itt egy Olenna Tyrellünk. Te hány éves vagy, kölyök? Kicsit fiatalabb. Oké, okay, akkor őt eljézzük Olenna Tyrell-lel. Harrenholba vége a télnek. Egyszerűen akkor építünk is egy kis várost a kastély köré. Kingswood fellázadt. Hát esélyük sincs. Oké, rosszul szerepeltünk. Az ott Aegon csapata? Nem. Ó, a királynői. Így is úgy is sárkány, szóval ledarálják őket. Hát ezekről ennyit. Az egész családot elfogták és le is mészárolják. Nem, úgy tűnik börtönben tartják őket. Persze elmegyünk a Willowwood-i tornára. De miért szeretsz minket ilyen rohadtul? Ja, mert elégedett. Oké.
Melvis jobban szeret minket. Kingswoodot kiosztották másnak. Langvardoknak. Eddig melyik dinasztia volt? A... Bywaterek. Akitől új olyban elvették a birtokukat. Áttért még egy random. Most már lassan átérítenné a báróimat. Dégar áttért, remek, erre vártam. Többek közt. A lányai valamiért nem tértek át még. Oda van egy új címerük, ami elég érdekes, nem mindegy. Remek, fejlődött az administratív képességünk. Akkor... Akarjunk egy sárkánytojást, lehet, hogy most meg tudjuk venni. Nem tudom pontosan mennyibe kerülnek. Cracklo pointot kiosztották egy valíriainak. Akivel éppen harcolnak. Ó, én nyertem, remek. Nem egy nagy torna, de azért győzelem. Mi ez... Többi... Igon többi játékot akar. Mennyi játszál odakin. Remekhető szorgalmasabbet. Nem látom az összefüggés, de semmi gond. 8900-et írunk. Egy pillanat. Oké, itt is volnánk. Éris Szendet lecsukták. Ó, bevették a Cracklo Pointi Lord házat. Be akarják vezetni a primogenitúrát egy polgárháborúban? Ennek pontosan mi az értelme? Meg akarják erősíteni a király hatalmát? Amesleg a... mármint a Lord hatalmát? Na mindegy, a Lordnak mesleg van két törvénytelen gyereke. És a Lászlók Lord nagy túlerőbb vannak, szóval ezt meg fogják nyerni. És én mindig semmi herőhol újraépítéséről. Mohor a második a tornában. Willowwoodi Mohor Rygor, akinek meghalt a felesége Pestisben. Ismerem az érzést. Aegon neveljük mi személyesen. Rhaenys lecsukta Aegon. Mi a fenéért csukta le a kedvenc feleségét? Valószínűleg meg akarta... Ó, valószínűleg megölte Aeniszt, mi? Jaj, narratívbelek, hogy ő akart... Ő próbálta megölni Aeniszt, amitől lerokkant. Vagy... Fel se tudja, valamilyen lecsukta, az a lényeg. Ja, te kapsz egy katonai nevelést. Az a probléma, hogy... Nem jó kapzsinak lenni, mert attól nem szeretnek az emberek, de nagy lelkűnek lenni még rosszabb. Legyél inkább kapzsi. Wilbertet egy zsoldost lecsukták a Cracklo Pointiak. Reachben belharcok folynak, ahogy elnézem a Tarlik és a... Nem, ezek nem a Tarlik. Vagy? Nem, az Osgreyok és a... Off Barndélek között, miért is? Ha valaki meg akarja követelni magának a nagy lordságot, oké, Harrenhalba elkészült a városka. Nő a bevételünk. Sir Dégár meghalt, a lánya örökölt, aki nem azt a vallást követi, amit rájuk hagytunk, na mindegy. Manfredet kinevezzük katonai vezetőnek, mennyi is képez. Elmegyünk Sigardba a lovagi tornára. Ó! Illifer miért élt Riuátusban? Na mindegy, van egy fia, az a lényeg. Akinek már van egy fia, szóval semmi gond. A másik meghalt betegen. Mi ez? Kimberly nyilvánosságra hozta azt, hogy van egy szeretünk. Délvitit. Erionnak tudunk ülni valamiféle feleségszerűséget? Meg egy jó gényei, de egy kicsit öreg vagy. Ó, egy... Manderly. Manderlyk az északi akaratának? Igen, jól emlékeztem. Egyőre akkor nem házasítunk. De ne tervezkedjél már ellenem, Kimberly terhes, remek. Nagy, le kellett szarnom, hogy van egy szeretőm. Mármint le kellett szarnom, hogy azt mondja, hogy van egy szeretőm. Melvis divatos és gyáva, remek. Ez tökéletes egy Lord Veremount-nak. Soha büdös életben nem fog hadsereget vezetni. Mondjuk katonai neve, nem pénzügyi neve is kap. Akkor tényleg soha büdös életben nem fog hadsereget vezetni.
Rékan is meghalt, a lánya örökölt, aki már a hetet követi, remek. Kinevezzük Vallart. Nézd körbe tervügyileg. Jó, megvan a harmadikunk. Dicsőség nekem. Annak ellenére, hogy nem nyertem megint. Nyilván nyerhetnék is egyszer dicsőségben. Na, Slaverzőjön, mindenféle belharcok folynak. Van egy új gisz. Mióta? Na mindegy, ezek szerint van egy új gisz. Raker of Upstream a hedet fogja követni, remek. Rainis lefejeztette Aegon. Sőt, ami azt illeti, Jacs lefejeztette, nem etette meg egy sárkánnyal. Viszont ez azt jelenti, hogy Aegon családgyilkos. És ki kapta meg? Hogy is hívják ott? Meraxészt. Senki. Meraxész vad. Ejha, oké, született egy törvénytelen lányunk, Béla. Ja, legyen az, legyen, legitimizáljuk. Ő is legyen Béla. Aegont elrabolták a rohadékok. És fenyegetőznek, hogy meg fogják ölni. Oké, megyek is, magam megölöm őket. Ahogy elnézem, sikerült. Ja. Hány feleség? Aegon valíriai vallása, ez hogy a jó büdös életbe jött ki? Ó, a fenébe, úgyhogy ugyebár a... Hogy is hívjátunk? Szeretőnktől született, aki alapból ugye nem a hetet követte akkoriban, és hát az ő vallását vette föl, nem a miénket. Ez szerény élemény szerint egy kisebb bug, de mindegy. Na mindegy, ez nem biztos, hogy jó lesz nekünk, hogy ő itt valíriai. Érjön szerintem eljegyezzük Bélával, hogy bent tartsuk a dinasztiába a génjét. Mert ugyebár ő magas. És akkor... Sayennának kell ülnünk egy feleséget, Melvis Tully tökéletes. Már mint egy férjet. De remélem, hogy át tudom téríteni ifjú Aegont. Valerion meghalt. Hát Targaryeneken rábasztatok. Ez azt jelenti, hogy hódító Aegonnak nincs sárkánya. Tehát az egyetlen sárkánylovas az egész világon jelenleg Velena Velaryon. Ejha. Pedig Valerion szerintem még egy jó 100 évig élnie kellett volna. A másik sárkánylovas pedig a Septon uralma alatt áll. Oh shit, Targaryenek. Mi a büdös? Hányan lovagolnak ezen az istenverte sárkányon? Oké. Aedix lovagol a sárkányon. Aegon jobb lett az intrikában, helyes, gyorsan meg fog minket ölni, hogyha felnő és nem tér át a hitünkre. Na Septonkám, most érítsd át. Manfredet pedig szerintem kiküldjük szintén Harrenholba, hogy kiképezze Aegont a harcra. Ejha, nem lesz ez így jó, hogyha nem tér át. És még van a trón örököse. De is ijesztek a hugával, oké. Master Harris meg akarta ölni Lord Bennifer. Ja, szóljunk Aegonnak, hogy rendezze az ügyet, köszike. Lord Bennifer le is csukták. Aki másnak az én hűbéresem, és Aegon csukta le, vagy én? Én, oké. Remek, szóval... Ezzel szarra sem megyek. Ki tudom küldeni a falra, hogyha akarom. De nem akarom kiküldeni a falra, mert csak lányai vannak, és nekem érdeke, hogy ne csak lányai legyenek. Úgyhogy kiengedjük váltságdíjért. Ó, és Aerion-t beveszünk magunknak, apródnak. Na de,
Mára szerintem kb. Ennyi fért be, bocsi, hogy már nem igazán történt semmi, de hát az a két halál betett. Szóval ez volt én már a Matabarna, ez volt immár a Let's Play 22 a Game of Thrones mod, kivel harcolnak a Freyek? Védekeznek egy Véli Lord ellen, aki megtámadta Strongsongot. Oké, valamiféle szövetségi háború. Ó, legyél családszerető, de nagyon. Na de, ez volt én már a Matabarna, ez volt így már a Let's Play 22 a Game of Thrones mod, amit nem tudok kimondani valamiért. És találkozunk legközelebb, amikor remélhetőleg nem halunk meg a betegségünkben, és áttérítjük Aegont a vallásra. Addig is a viszontlátásra.